Birkózó világbajnokság Budapesten, a Papp László sportarénában, október 20-tól 28-ig. Egyetlen hónap van már csak hátra a budapesti birkózó világbajnokságig. Az ennek apropójából rendezett sajtótájékoztatón a szövetség szakmai alelnöke Komáromi Tibor kihirdette a világbajnoki keretet. Emellett bemutatták a győztesnek járó övet, a különleges érmeket, és megtudhattuk, a magyar helyezettek igen komoly pénzdíjban részesülhetnek. A Magyar Birkózó Szövetség az aranyérem után nettó 8 millió, az ezüst után nettó 4 millió, a bronz után nettó 3 millió, és az ötödik hely után nettó 1 millió forintot fog adni a versenyzőjének. Már most sokat rögtünk, hiszen soha nem lettek a világbajnokság, soha nem jelentkezett ennyi ország és ennyi sportoló. Most azt tudjuk jelenteni a szövetségnek, és még nincs vége, mert jól tudom, hogy ez egy néhány napon a jelentkezés határidő vége, és eddig még plusz 3 országot tudunk, de már most 101 ország jelentkezett. Tehát abszolút, és 910 versenyt kapta meg ezt a lehetőséget arra, hogy összemérje elejét Budapesten. Csak a összehasonlításképpen 2017-es Párizsi GP-n 75 ország Birkózó világbajnokság Budapesten, a Papp László sportarénában, október 20-tól 28-ig. Megmondom őszintén, most egy kicsit apró betegséggel bajlódok, de egyébként jól érzem magam, hogy remélem, hogy a világbajnokságra 100%-os formába kerülök. Ez a Lőrinc Viktor állít velem szembe, aki 2013-ban felálltott a dobogóra itt a budapesti világbajnokság, úgyhogy te pontosan tudod, hogy milyen érzés ez. Gondolom nem is lehet más a cél, mint hogy megismétel ezt. Pontosan így van, azóta azért eltelt egy kis idő, és úgy gondolom, hogy olyan tapasztalatokat szereztem, amik kellnek ahhoz, hogy igenis fel tudjak lépni a dobogó legfelső fokára. Azért tavaly évben áttört egy gát, és sikerült Európa-bajnokságot nyernem. És hát pont, amit említette, nekem már ez 2013-ban megadatott, hogy azért versenyt tudtam indulni, és hát érmet szerezni. És ez egy csodálatos érzés volt, és hát próbálom azt a receptet keresni, hogy mi is kellett ahhoz. Ahogy visszaemlékszem, tényleg abszolút felszabadultan tudtam birkózni, nem éreztem azt, hogy hazai pályán túl nagy nyomás lenne rajtam. Igazából feldobott az egész, hogy kim volt a család, a barátok, a birkózást szerető emberek, és meg tudtuk nekik hálálni azt, hogy igenis érmeket tudtunk nyerni azon a világbajnokságon. Úgyhogy most az a célom, hogy mindenféleképpen érmet szeretnék szerezni, és hát világbajnok akarok lenni. A legutóbbi budapesti világbajnokságot az viszont egy sérülés miatt kihagytad. Gondolom ezért plusz motivációval is készülsz most a hazai közönség előtt. Így van, hát ez egy elég nagy tüske volt bennem, egy hónappal a világbajnokság előtt megsérültem, hát most mindenképpen erre odafigyelek, hogy nehogy még egyszer egy ilyen probléma előkerüljön. Hát nyilván most a legfontosabb a munka, és hát természetesen az a célom, hogy hazai világbajnokság előtt életem talán egyik legjobb eredményét érjem el. Meg fogod-e nézni te a Tomi meccseit, illetve ő meg fogja nézni a tiédet, mert ezt tudjuk, hogy nálunk mindig egy neuralgikus pont. Hát így van, szóval, hogy az ő meccsén sokkal jobban izgulok, mint a sajátomon. Természetesen meg fogom nézni, és hát szurkolni fogok neki. A VB programja az úgy adódott, hogy én fogok elsőben birkózni, úgyhogy hát én szeretném megindítani az érmeket, és hát nagyon szeretném, ha majd neki is sikerülne. Nyilván sok mindennek össze kell jönnie, azért nem tudjuk, hogy egy hónap múlva éppensége milyen napot fogunk ki, azért a sorsás is sok mindenbe számít. Tehát abszolút bizakodók vagyunk, mert az elmúlt évek eredményei és az idei év eredménye is azt adják, hogy igenis jó formában vagyunk, és bennünk van ez az érem. Én azt gondolom, hogy tényleg egy olimpia után talán ez egy hazai rendezési világbajnokság az, amely sportoló életében a legnagyobb esemény. Birkózó világbajnokság Budapesten, a Papp László sportarénában, október 20-tól 28-ig.